A kiváló magyar feltalálók eredményei után kutatva megtudtam, hogy a Washingtonhoz tartozó Alexandria városrészben az amerikai szabadalmi hivatal külön múzeumot szentel a kiváló feltalálóinak. E tervezett múzeumi sétasorozat első részeként most ide az amerikai szabadalmi és védjegy hivatal feltaláló dicsőségcsarnokába látogatunk. Maga a hivatal óriási, város a városban, dolgozói száma közel 10 000, mivel az amerikai fejlődés egyik fő motorja a szellemi alkotás, ennek támogatására és védelmére jött létre a hivatal. Az első szabadalmat 1790-ben adták ki, már a számuk meghaladta a 10 milliót. Már az utcán haladva is pompás kép tárol elénk, nagy, méltóság teljes épületek szép gondozott terekkel. 35 fokos melegben 80% feletti páratartalom mellett embert próbál az utcai séta, ezért sok embert nem látni. A szép környezet miatt azonban megéri a fáradtságot. A klasszikus nagy feltalálók neveivel már a járdán lehet találkozni, például Edisonnal és Teslával, vagy például Morzéval. Az épületbe belépve egy tágas térben színes kép fogad. Rögtön a bejáratnál egy nagy kijelzőn a kiállítás történetéről szóló videó látható. A kézikamerával felvett film tanulságos, érdemes megnézni. Welcome to the National Inventors Hall of Fame Museum, where we honor the inventors who have shaped our world and celebrate the intellectual property system that has helped power innovation from the very beginning. The importance of innovation to our new country was captured in our Constitution. To promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries. Our founders knew that progress in America would rely on our greatest resource, people. People who must be given the freedom, the opportunity, and the resources to achieve all that they can. President Abraham Lincoln, an inventor himself, echoed the intentions of our founders. The patent system added the fuel of interest to the fire of genius. The National Inventors Hall of Fame and the United States Patent and Trademark Office are partners in this museum and in a mission to ensure that American ingenuity continues to thrive in the hands of coming generations. Just like a trademark is a small but vital symbol to an organization, and as a patent is just a glimpse of the advancements that will spring from an invention, this museum provides just a peek at the work we do. Our mission takes us far beyond these walls and comes to life in our unique programs here and across the country, inspiring the innovative spirit in everyone. The future of the world is in the hands of the people that we're training today, and it gives me fulfillment to contribute to creating the next generation of scientists who can make the world a better place. There's lots of ways to make an impact on the world. Múzeum büszkén hirdeti, hogy közpénz nélkül teljesen a támogatói segítségével üzemel. A filmből azt is megtudhatjuk, hogy szabadalmakra vonatkozó jog már az amerikai alkotmányban is szerepel. Az alkotmány első pontjának 8. cikkelye kimondja, hogy a kongresszusnak hatalmában áll, hogy elősegítse a tudomány és a hasznos művészetek fejlődését, biztosítva korlátozott ideig a szerzők és a feltalálók kizárólagos jogát az írásaikhoz és találmányaikhoz. A bejárat mellett elhelyezett tárolóban ízelítül idősorban a fényképezés meghatározó találmányai láthatók, az első Kodak kamerától a mobiltelefonba épített kameráig. Az első nagy sikerű Kodak fényképezőgépek, a kisfilmes korszak találmányai és a legújabb technikák. A terem nagy részének falát egy tablósor tölti ki. Ezen azok a személyek és találmányék története látható, akiket 2018-ban választottak be a dicsőségcsarnokába. Megismerhetjük például az élelmiszer tartósítás és minőségbiztosítás bevezetőjét, a DNS kémiai szintézisének kidolgozóját, a szennyezett talajok megtisztításának kidolgozóját, a rugalmas szövetek a Spanzdex feltalálóját, valamint a nagysebességű vezeték nélküli adatátviteli technológia kidolgozóját, az ő találmánya a Wi-Fi és a negyedik generációs mobilrendszerek alapja. Szintén láthatjuk például a korszerű repülőgép antennák tervezőjét és az első nanotechnológiával megvalósított úgynevezett filtek fogászati anyag feltalálóját. Az ő találmánya a kiírás szerint jó eséllyel a mosolyunkban is benne van. A terem másik falán
egy mély sejtszerűen kialakított nagyméretű hálózat látható. Minden sejt egy feltaláló nevét mutatja, megjelölve a szabadalom sorszámát és a találmány területét. A kitüntetés alapfeltétele a bejegyzett amerikai szabadalom. A sorrendet nem a betűrend, hanem a szabadalmak sorszáma határozza meg, melyet időrendben adnak ki. A neveket végignézve négy magyar feltaláló nevével is találkozhatunk. Az első Kármán Tódor, aki a sugárhajtású repülőgép találmányáért kapta a kitüntetést. A második Bíró László, a golyóstól feltalálója. A harmadik Szilárd Leó, a nukleáris reaktor szabadalmáért. És a negyedik Telkes Mária a napenergia hőtárolásával kapcsolatos szabadalmáért. A dicsőségfal jelenleg 562 nevet tartalmaz. Tovább haladva a nagyteremből egy kisebb szobába jutunk, ahol régi szabadalmi modellek láthatók, kiemelt helyen Edison egyenáramú generátorával, melynek rövid leírása is olvasható. Emellett több praktikus találmány modellje is látható, például egy csavarvágó készüléké, egy szőnyeg tisztítóé, egy sörhűtő berendezésé, szikrázás csökkentőjé és nyomdai tintázó készüléké is. Az USA-ban is háromféle szabadalom kapható. Használati, tervezési minta és növényszabadalom. A szabadalmaztatás feltétele, hogy az ötlet új legyen, a megoldás ne legyen magától értetődő és hasznos is legyen. Tovább haladva egy külön szoba mutatja be a védjegyeket és jelentőségüket. A szabadalom és védjegysértés itt is nagy probléma, ezért külön terem foglalkozik a témával. A képen látható a hamisítások gyakorlatban tapasztalt százalékos aránya is. Külön kiemelt a szabadalom elbírálók szerepe. Ők az összeférhetetlenség okán, szolgálati idejük alatt, saját területükön nem kaphatnak szabadalmat. A híres szabadalmi elbírálók között a későbbi amerikai elnök Thomas Jefferson neve is olvasható. Ezt követően termek során lehet átsétálni, ahol számos, a mai életre is nagy hatással lévő szabadalom neve és sorszám olvasható. Itt láthatjuk Thomas Jefferson üzenetét is, ami áthatja az egész kiállítást, és általában is jellemző az amerikai szemléletmódra. Jobban szeretem a jövőről szóló álmokat, mint a múlt történetét. A kiállítás másik fontos üzenete, hogy szerintük egy ország szabadalmi hivatal és jó szabadalmi törvény nélkül olyan, mint a rák. Csak oldalazni és hátrálni tud. Végül a kiállítás nagy része, a jelent és a jövőt hangsúlyozva, a hálózati technológiákhoz kapcsolódó szabadalmakba mutat be mintákat. A jelszó, a hálózat átalakít mindent. Megismerhetjük a mobil technológiák evolúcióját, az első generációs téglatelefonoktól az okostelefonokig. Majd a Qualcomm cégen keresztül az ötödik generációhoz vezető több találmányt és feltalálóit is. A kiállítás végül az amerikai életet annyira befolyásoló találmányból az autóból mutat be két példát. Egymás mellé illesztve a Ford Mustang 1965-ös és 2015-ös modelljét. Az autókba bele is lehet ülni, és kipróbálható a komfortérzés különbsége. A kiállítás szépen megépített, információgazdag, ezért személyesen és a weben át is érdemes meglátogatni.